Nézd minket? Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk, ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. A városi közlekedés egyik legikonikusabb járműve a csuklós busz, amelyről úgy tudjuk, hogy magyar találmány. Ennek jártunk most utána, hogy igaz-e ez a hír vagy értesülés. Nem akarom lelőni a poént, de igaz is, meg nem is. Egy biztos, ugyan az ötlet nem magyar, de a magyar mérnökök nélkül lehet, hogy elhalt volna a harmonika busz, és nem lenne részese a mindennapjainknak. Harmonika busz nem nyelvbotlás volt, mindjárt meglátják, hogy miért neveztem így ezt a csuklóst. Mondják, hogy oly sok máshoz hasonlóan a csuklós buszt is a magyarok találták fel. Igaz ez? Vagy csak legenda? A kérdésre van egy rövidebb és egy hosszabb válasz. A rövid válasz nem, nem, nem. És akkor jöjjön a hosszabb válasz, amely így hangzik. Nem, de a legtalálékonyabbak tényleg a magyar mérnökök voltak, akik valószínűleg megnyerték volna munkájukkal a Sufni Tuning világbajnokságot, ha lett volna ilyen. Íme a csuklós busz, amit garantáltan a magyarok alkottak és nemzetközi hírnévre is szert tett, ezt igazolja ez a film részlet is. Dopravu v Budapesti obohatí v krátkom čase nový typ autobusov. Egy ilyen busz felhasználásával készült az első magyar csuklós még 1960-ban. Elmondom majd hogyan, de előtte arról, hogy valójában kik találták fel ezt a típust. A német Fomak-gyárban építették ezt a csuklóst 1931-ben. Ez, amint jól látszik, igazából szólóbusz volt, csak megtörték a vezetőfülke mögött, hogy jobban lehessen vele manőverezni. Ez viszont már valóban csuklós busz. 1946-ban építették Amerikában, Los Angeles és Santa Fe között járt, de az ottaniak nem szerették. 5 évvel a forgalomba állítása után fel is darabolták, és ezzel hosszú időre eltűnt Amerikából a csuklós busz. Hagyjuk is a tengeren túlt, és jöjjünk haza! Az 50-es évek végére a budapesti tömegközlekedési járművek már nem bírták a hatalmas utazó tömeget. Ezt láthatjuk az 1960-ban forgatott Fapados szerelem című filmben is. Krencsei Marian és Zente Ferenc csak nehezen kapnak helyet a zsúfolt villamoson. Szabad, 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 helyet kérek, szabad, szabad, gyerekkel vagyok, szabad, szabad. Azután csak találnak helyet valahogy, de a nő így is elégedetlen. Akár a Szardiniák. Valahogy többen vagyunk a kelleténél. Na, ugyanezt ismerték fel az akkori fővárosi közlekedési vállalat vezetői, és elhatározták, hogy alkotni kell egy olyan járművet, amely a korábbiaknál jóval több utast tud elszállítani. Ismeretes, hogy a nagyvárosokban a szállítandó utasok száma egyre nő. Ezért a fővárosi autóbuszüzem úgy segített magán, hogy régebbi autóbuszokból házilag állított elő csuklós buszt. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy igazi mérnöki és technikusi bravúr volt ez. Mutatom, hogy miből, pontosabban, hogy mikből készült az első magyar csuklós busz. A selejt sorról elővettek egy ilyen Icarus 60-as buszt, amelynek levágták a hátulját. Azután szintén a nagy javításra várók közül kivettek egy ehhez hasonló TR5-ös buszt, aminek meg az elejét vágták le. A két fél busz tehát már megvolt, de valahogy egyé kellett varázsolni őket. No, ezt a feladatot oldotta meg egy 3 fős mérnökgárda által vezetett csapat. Az üzem 3 fiatal mérnökének, Rózsa Lászlónak, Lassú Gábornak és Színi Bélának jutott a megtisztelő, ám nagyon komoly feladat. Rózsa László a Közlekedés című újság 1962. májusi számában nyilatkozott a Hogyanról. 3 hónapig dolgoztunk a terveken. Mindig munkaidő után esténként találkoztunk. Együtt töltöttük a vasárnapjainkat, közben kijártunk a főműhelybe is.
Az első magyar csuklós busz tehát, mondjuk így másodállásban, munka után készült. A lelkes alkotó csapaton kívül talán senki nem bízott abban, hogy ilyen gyorsan meglesznek a feladattal, de meglettek. Méreható előtanulmányok után 1960. június 1-én fogtak hozzá a tervezéshez, és ezzel egyidejűleg a prototípus kialakításához. És az első csuklós autóbusz még abban az évben, 1960. november 6-án forgalomba is állt. Szükség is volt erre a gyors korszerűsítésre. 1938 és 1960 között a pesti autóbuszok közönsége majdnem megtízszereződött. Sok ember egy időben történő elszállítása volt tehát a cél, és ennek legjobban a csuklós busz felelt meg. A hurrá hangulat tehát megvolt, de a mérnök csapat vezetője mégsem volt teljesen elégedett. Ennek hangot is adott a korábban már idézett cikkben. Amikor a prototípus elkészült, sok forró készszorításban, meleg gratuláló szavakban részesültünk. De hadd mondjam el, hogy a 26 éves Színi Béla kollégánk, aki a közelmúltban nősült, ifjú feleségével együtt 2x3 méteres albérleti szobában szorong. Itt készültek az ízelt busz tervei, és ott lakik, ott dolgozik ma is. Tudja, az ő számára minden gratulációnál, minden elismerésnél többet jelentene, ha végre saját otthona lehetne. Hogy lett-e, azt már Színi Béla mérnök fiától kérdeztem. Ő nem követte édesapja hivatását, hiszen vendéglátós és ismert üzletember lett. A végkifejlet az volt, hogy az Erzsébet királyné úton tudott venni egy 65-70 négyzetméteres garzont, úgyhogy én már oda születtem. De vissza az első magyar csuklós elkészítéséhez. Szinte hihetetlen, de a munkálatokról maradt ránk egy film, amit televízióban eddig nem láthattak. Ebben az első pillanattól az utolsóig megmutatják, hogy hogyan született a magyar csuklós. Az a fiatalember a képen Csont István. 18 éves, frissen szabadult lakatos volt akkor. Az utolsók egyike, aki még köztünk van a csapatból. Külföldön van, kérte, hogy ne mondjam el hol, de telefonon örömmel mesélt azokról a napokról. Úgy éreztem, hogy valami létrejön körülöttünk. Aztán az idő bennünket igazolt. Csont István a busz borító lemezeinek felszereléséért felelt. Azt mondja, hogy ha nem is ők találták fel a csuklós buszt, mindenképpen ők voltak azok, akik bizonyították ennek a közlekedési eszköznek a létjogosultságát. Létezett már ilyen, de sorozatgyártásban egyáltalán nem volt a világon még csuklós autóbusz. Tehát az első után 267 darab, ha jól emlékszem, ennyi készült el. Tehát ehhez majdnem 500 darab, több mint 500 darab autóbuszt kellett leselejtezni az öreg járművekből. Gyakorlatilag újra hasznosították a selejtet. A busz legnagyobb újdonsága persze maga a csukló szerkezet volt, amelyhez Színi Béla harmonikája adta az ötletet. A nagypapám református lelkész volt, és az édesapám kántor volt a Tiszaföldvári templomban, és hát onnan jött neki ez a zene szeretete, és ugye ott ilyen pumpálós orgonán játszott a templomban. Ugye ez az ő tangóharmonikája, ugye ez most ez azért érdekes, mert hogyha megnézzük magát a tangóharmonika működését, ezeket a lamellákat, ugye innen lett a busz kitalálva gyakorlatilag. Azt a tangóharmonikát, ami akkor volt, azt szétszették a kárpitosok darabokra, és ugye ennek az egésznek az a zsenialitás, hogy ennek középen van bent egy japán lakmuszpapír, az adja meg a rugalmasságát. Tehát szétszették, és gyakorlatilag ezt koppintották le, és amit ma is látunk bárhol a világon csuklós buszt, nem sokan gondoltak rá, hogy ez gyakorlatilag a tangóharmonikából jött az ötlet. Az ötletelés egyébként is jellemző volt a csapatra. A tervezőknek és építőknek mindösszesen 4 hónapja volt arra, hogy kitalálja, megtervezze és felépítse Magyarország első csuklós buszát. Arról szó sem lehetett, hogy a mérnökök évekig álljanak a tervező asztal mellett és rajzolgassanak meg, skiccelgessenek. Azt olvastam valahogy, tulajdonképpen nemhogy nem tervek alapján dolgoztak, hanem igazából, mikor megvolt valami, utólag rajzolták meg hozzá.
Ez biztos, hogy így volt. Erre határozottan emlékszem, olyan szempontból én látom magam előtt a Szini Béla, körülbelül 5-6 évvel volt idősebb nálam. Úgy emlékszem, hogy rövid nadrágba, fehér ingbe ment az aknába, és fogta a papírt, és leskiccelte, odaadta a mestereinknek, ők pedig elkészítették. Másnap épp a falra rajzolt valamit, és így készült el az autó. És hogy mikből gyártották? Az első csuklós busz eleje Icarus 60-asból készült. Ez egy Icarus 60-as, amelyet megmentettek, és most ki is próbálhattam. Mit mondjak? Eléggé más benne a közlekedési élmény, mint a mai buszokban. A sofőrje az a Komlódi Ferenc, akinek már az édesapja is Icarusos volt, és ő is az lett. Azt kérdeztem tőle, hogy mekkora kihívást jelentett egykori kollégáinak ezeket a buszokat vezetni. Ebből hiányzik az automatika, ebből hiányzik a szervó, ebből hiányzik a rásegítés. Itt mindent kézzel és kézi erővel kell működtetni. Akkor a régi kollégák sokat kínlottak? Hát, mivel még a feljutás egyszerű ebbe az autóba, volt feladatuk gazdagon. De jó hangos is ráadásul. Hát legalább igen, igen. Tehát, hogyha egy 8 óra végvezetett műszak után, ha nem zúgott a fejük rendesen, akkor szerintem még egy kör tudtak vele menni. De mindezzel együtt óriási előrelépést jelentett az első csuklós buszok megjelenése. Végül Szini Béláék is megkapták a maguk jutalmát, fejenként 230 000 forintot. Ez akkoriban elképesztően nagy pénz volt. A fiatal mérnök megvette hát a lakását, meg még egy autót is. A maradékból pedig gyakorlatilag elutazott Ázsiába, 64-ben 2-3 hónapra. Ez is érdekes benne, hogy a kínai útjuknál azt tanulmányozták, és az volt a tervük, hogy hogyan lehetne magas sorsutat építeni Szentendre és Kelenföld között. Tehát azt mentek el saját pénzből a Lassú Gáborral megtekinteni. Ha már ott voltak, elmentek a Tokiói olimpiára, megnézték ugye a Kozma Misinek az aranyérmét, akivel jó barátságban volt édesapám, és aztán arra figyelt, mert én november 4-én születtem, hogy november 3-án hazajöjjön. Az idősebb Szini Béla egyébként komolyan hitt a Szentendre-Kelenföld magasvasútban, amely, mint tudjuk, végül nem épült meg. Az első csuklósok viszont olyan sikeresek voltak, hogy az Icarus is elkészítette a saját változatát. Nem tudom, hogy mennyire voltak boldogok, hogy megelőzték őket ebben. Minden esetre ez volt náluk az első. A 180-as típus számot kapta, de nem lett igazán sikeres. Gyenge volt ugyanis a motorja, s mire sikerült orvosolni ezt a hibát, már megszületett, és ahogyan mondani szokás, mindent vitt a 280-as. A 280-as csuklósok sikereiről azt a Kukla Lászlót kérdeztem, aki az egyik legrészletesebb Icarus könyv egyik szerzője. Azt mondta, hogy volt olyan esztendő, amikor a világon minden 10 csuklós buszból 7 Magyarországon készült. Az Icarus 280-as gyakorlatilag a legnagyobb darabszámban gyártott csuklós autóbusz. A jobbkormányos változatokkal együtt több mint 61 000 darab készült a gyártás évtizedei alatt. Ezzel világrekordernek tekinthető ez a típus. Az eladott példányok javarésze a Szovjetunióban üzemelt, kb. 60%-a a legyártott példányoknak ide került. De jutott belőle a többi között Iránba, Törökországba és persze majdnem az összes szocialista országba is. A legmeglepőbb, hogy még a tengeren túlon is kellettek ezek a gépek. A magyar csuklós autóbusz gyártásnak van még egy érdekes fejezete, ezek pedig az Egyesült Államok számára készült Icarus csuklós autóbuszok, az Icarus 286-os típus. Ennek a főtervezője László Anna volt, aki hölgyként gyakorlatilag saját maga mutatta be egy körúton az Egyesült Államokban ezt a típust. És ezzel a típussal igazából a magyar autóbusziparnak évtizedekre sikerült megvetni a lábát az Egyesült Államokban, az amerikai kontinensen. Vagyis ha nem is mi magyarok találtuk fel a csuklós buszt, nélkülünk talán nem is mennének ma ezek a járművek a világban. És így a végén vissza az elejéhez. A forgatás közben végig foglalkoztatott az a gondolat, hogy Szini Béláéknak hogyan volt merszük szinte pénz nélkül sufni tuningban bevállalni a csuklós busz elkészítését. A választ ő maga adta meg.
Már majdnem mindennel készen voltam a forgatáson, amikor a kezembe került egy régi, talán 15 éves kazetta. Ezen Színi Béla maga válaszolta meg, hogy mi volt a hitvallásuk, amikor belekezdtek a munkába. Csinálni kell. Ez az egyetlen egy dolog, hogy meg kell találni a csinálás, a cselekvés, a dolgát, mert locsogásból, szóbeszédből soha nem esik. Köszönöm. Mivel én Jászberényben nőttem fel, a csuklós buszokról túlságosan sok gyermekkori élményem nincs. Aztán nagy kamaszként vagy ifjú felnőttként Esztergomba költöztem, és onnantól kezdve hetente kétszer megjártam az Árpád híd Esztergom, Esztergom Árpád híd útvonalat. Természetesen, vagy nem olyan természetesen, csuklós busszal, mert hogy azon a vonalon azok közlekedtek, ilyesmik voltak, csak nem kékek, hanem sárgák. És lehet, hogy most egy kicsit illúzió romboló leszek, de nincsenek túl jó emlékeim, hiszen egyrészt zsúfolódtunk, mint a heringek, másrészt pedig elképesztő gázolajszag volt mindig a kocsiban telente különösen. Viszont miután Dorognál leszállt az utasok zöme, na onnantól kezdve odalépett a sofőr, és kiderült számomra, meg néhányunk számára, akik még a buszon ültünk, vagy inkább kapaszkodtunk, hogy bizony ezek a gépek menni is tudnak, ha akarnak, nem is kicsit. A heti naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták.